Na, szevasztok, Vándor vagyok, ez pedig itt a Stranded Alien Down. Megjelent egy új DLC, a Robots and Guardians elnevezettű, amiben, hát neve is mutatja, robotok, androidok, és ehhez mindenféle jóságok lesznek, de ami nagyon tetszett, hogy többszintű házakat lehet építeni, úgyhogy ezt szavazzali, úgyhogy ezt most gyorsan kicsit meg is fogjuk nézni. A DLC egyébként részben egy free update-ből, meg egy fizetős részből áll. A free update-ben vannak benne például a többszintes házak is, és a fizetős részben meg leginkább ez az új szenárió. De ezt most gyorsan meg is nézem, hogy pontosan mikkel gazdagodik a játék, mert ebből találtam egy leírást. Mindjárt megnézem azt. Sikerül-e előszedni. Azt mondja... Na, itt van. Azt mondja, hogy a free update-be, ugye, amit mondtam, ez a többszintes épület, akár lifteket is lehet építeni, és úgy tudom, hogy 5 szintet lehet így egymásra építeni. Vannak drónok, akik így képesek szállítani különböző dolgokat, úgyhogy ilyen teherhordásra már nem kell embereket, a lokál nem kis drónok elvégzik ezt a munkát. Akkor vannak ilyen futurisztikus berendezési tárgyak, szénszálas székek, meg hasonlók. Akkor vannak fegyverek is, crossbow, turret és védelmi eszközök, meg egy csomó Quality of Life update-et. Na és akkor, amint mondtam, a fizetős részbe ez a szenárió van, ahol a Hope elnevezetű drónt kell megvédeni. Ehhez kapunk ellenséges robotokat, akik majd támadnak minket, service botokat, battle drónokat, mobile turretet, laser sword, laser kardot, és valamilyen automation, valami gyógyászati automatizáció, majd ezt meglátjuk. Kapunk egy új Survivort, Henry Cadwell-t, azt majd megnézzük, illetve új Steam achievementek vannak még a játékban. Úgyhogy igen, a CK3 az most egy kicsit elmaradt. Nem tudom, majd egyszer csak folytatom, nagyon sok minden jött most be. Úgyhogy, na, ezt kiválasztom akkor ezt a... Hoppá! Akkor New Game, és a szenárióba akkor a Guardians-t. Régió. Random, Desertum, vagy Saltu, Solbrius. Tropikus régió. Trópusi erdős, dzsungelek. Ó, legyen ez. Nézzük meg ezt a mocsaras részt. Akkor a hold. Ez a balanszolt, igen. Disaster. Sötétség és mindenféle rémisztő lények, és a káosz. Hát a sötét az annyira... Megpróbáljuk ezt a Jason-t. Oké, game difficulty az easy, medium, hard. Nem tudom, szevaszteratlan. Micsoda manós ikon, emoji. Na nézzük, easy vagy hard. Legyen hard. Seed, job item. Mennyit lehet beleírni? De jó, sokat. Akkor megpróbáljuk azt, hogy Zolin Katerathlon. És titeket foglak szídni, ha rossz lesz. Game Rules, Big Family, azt mondja, hogy 2 Survivor találunk, Eternal Bliss. Du-du-du-du-du-du.
50 happiness, szerintem ez, aha. Fast feet, boost, movement. Ezek ilyen könnyítések, ahogy érzem. Peace first. Aha, nem támadnak. Oké, ez nem. Random survivor. Random survivor, nem. Én akarom kiválasztani Lost Cause. Mindenki nullával kezd, overqualified, mindenki maxon kezd. Jó, oké. Érdekes, hogy összevegyítették a pozitív meg a negatív rúlokat. Nincsenek így elkülönítve, egyelőre most nem választok ki. És akkor nézzük meg a survivoröket. Ezeket én most removolom. Na és akkor ugye a Henry Caldwell, ő az új, egy veterán. Nézzük csak mit tud, nem tud farm, ha combat interested, jó, tehát nem képes farmolni, de egész jó combatos. Oké. Legyen egy olyanunk, aki esetleg jó a constructionben és a craftingba, tehát leginkább az, hogy legyen interested legalább az egyikbe. Ő például Grayson. Van egy jó kis alapszkíje mind a kettőbe, és a crafting ráadásul interested neki. Nem fog harcolni. Jó. Legyen egy ilyen. És akkor kell egy olyan, aki tud harcolni, és leginkább esetleg a farmingra szerintem a robotot fogjuk alkalmazni, mert úgy láttam, hogy arra jó lesz. És akkor egy ilyen intellect, fizikál, hanem olyan, hogy kéne, ki... Aha. Ilyenek bejártas. Melody. Ide azért még itt vannak, tehát lehet görgetni lefelé. Thunder. Ó. Healing. Ez jó. Kis orvos. Mindenre is alkalmazható. És a healing beinterested. Jó kis gyógyító lesz. Szerintem az pozitív. Ez egy csupa férfi lesz itt. Na mindegy. Combat, indifferent. Hát mondjuk nem... Attól még tud harcolni, csak nem fog olyan jól fejlődni benne. Na jó, kezdjük el. És akkor elvileg kapjuk mellé még a hópot. A robotot, akit meg kell védeni. És ha jól tudom, ha ő meghal, akkor rögtön vége is a játéknak. Na de nézzük meg a bevezető videót. Csoda animációk. Mekkora holdja van ennek a bolygónak. Aha. Na itt van Hope. Jó. Na, újra itt vagyunk. Csak közel. Igen, nem biztos, hogy de csak közel van. Így van. Meltdown Hope. Initiating cognitive matrices. Activation of task systems. Happiness simulation. Na nézzük. Milyen képességei vannak? Azt szeretném... Aha! Jó, tehát ő semmire se alkalmazható, fantasztikus. Egyelőre ő csak így van nekünk. Gyanítom, hogy ezek... Tehát majd fel lehet javítani, hogy különböző dolgokra alkalmazható legyen. Itt, oké. Sentinent. Total happiness, no risk of meltdown, igen, nem tud eltörni. Hát jó. Na nézzük, mi a helyzet a növényekkel. Van valami ehető a környéken? Azt sem tudom, hogy ezek itt micsodák. Ezeket mind fel kell fedezni először. Ezen a pályán még én se játszottam, úgyhogy ha itt ilyen más növények vannak, mint a többin, akkor
nekem is mind újdonság lesz. Na jó. Érdekes lesz. Oké, itt van izé. Ebből lesz ruha. Azt tudom. Ezeket nem ismerem, ezeket a növényeket. Jó, hát... Oké. Kicsit leállítjuk. Egyébként egy egész jó kis helyen kezdtünk. Kaptunk egy jó nagy nyílt területet, ahol tudunk építkezni. Ráadásul valami dombtetőn vagyunk. Aha. Oké. Na nézzük. Scrap metal. Kaja. Ó, nagyon jó. Ez jó kis kaja. Ezt nyomjuk is observe-re. És adjunk nekik valami kis alapfeladatot akkor. Vágjanak fá. Ez milyen növény? Pálma. Aha. Jó. Szerintem ezeket a fákat én kijelölöm kivágásra. Tri. Úgy, ebből. Szednek bőven. Stick. Purple leaf. Egy ilyen sheltert lerakok nekik. Scrap metalból nem szeretném, az túl értékes hozzá, majd fából. Hey, aha. Honnan lesz ilyen széna, szalma, akármi? Ez lesz az. Szerintem a giant grass fogja adni nekünk. Csak meg kell várni, amíg megnő. Jó. Na, gyerünk, vágjatok fát. Itt is van. Ezeket is a földről össze lehet szedegetni. Szóval a játék egyébként szerintem tök jó, nagyon szép. Bőven elég a grafikája szerintem, amennyire egy ilyen Colony Management játéknak kell. Közelről megnézve is tök jók az emberek, úgyhogy megfelelően kidolgozott a számomra. Ezt lehetne szkevencselni, meg azt is majd, és abból lehet jó kis alapanyagokat szerezni. Tegyünk rá sleeping spotot. Aha. Ground. Mi kell hozzá? Még egyszer nézzük. Ja, semmi. Aha, jó, oké, tehát ez csak a földön fekszenek. Mondjuk ide elkezdünk. Aha. Oké. Shift működik ebbe a játékba. Kijelölünk négy helyet. És akkor itt fognak aludni. Ide fogjuk gyűjteni a alapanyagokat. Csinálunk egy stockpile-t. Construction wood. Ide gyűjthetik a fát. Csinálhatunk fából ilyen jó kis raktár. Mondjuk ide. Kijelölök egy ilyen hármast, és akkor ide gyűjthetnek mindent. Az android? Az jó kérdés, hogy ő mit csinál. Nem, ő szerintem nem. Az érdekelne majd egyébként, hogy ő neki mi a fenntartási költsége. Ugye az emberek esznek. Eufória, oké. De nála nem látok... Nem tudom, hogy tölteni kell, vagy így... Napból... Igen, energy kristály.
Innovation. Imitálja a emberi érzelmeket. Megszökött. Na jó van. Életére fognak törni neki. Úgyhogy meg kell védenünk majd. Szóval furcsa. Ő neki semmilyen. Azt mondja, hogy oké, és ő neki hol van a... Aha, itt van a fullness. És a robotnak energiája viszont van. Aha, na ez az. Szilika. Liquid fuel, silicon, energy crystal. Aha. Ó. Oh. Egy idő után, hogyha nem mit energiához, meg is hal. Akkor ezt azért kaphattuk, mert ez a szilikon, ha jól emlékszem, ez adja. Na, mindjárt megnézzük. Kaptunk pár növényt. Hát figyelj, akkor ezt is nézzük már meg, hát ha valami ehető növény. Nem tudom. Jó, itt is van állat. Tenyésztés, meg állatokat be lehet idomítani. Stick. Bokrokat kellene. Na, itt már nőnek. Nagyon jó. Ebből lesz nekünk majd a szénaszalva, nem tudom melyik. Vannak itt ilyen jó kis bulky animal. Ebben jó sok hús lesz. Oké. Na szóval nekem ilyen kis bokrok kellenének leginkább most. Bár a fából is lehet majd sticket csinálni. Hogyha a productionbe ezt a chopping blokkot ide leteszem. Úgy. Akkor tudna. Egyébként itt a workbench. Egy ilyet is letehetünk. Tudjanak gyártani, és a science-be a research desk-et meg a kutatáshoz. Itt a defense, trappek, meg kerítés egyelőre, és ugye vannak expedíciók, majd el kell küldeni embereket a különböző helyekre, hogy később gyűjtsenek nyersanyagokat. Itt a research, most egyelőre ennyit látunk, de ez majd megnyitnak újabb dolgokat. Úgyhogy nem is tudom, talán a weapons bis fele el kéne indítani a kutatást. Activity, hasonlóan a Rimworld és hasonló játékokhoz be lehet állítani, hogy ki mit csináljon. Schedule-ba ki mikor mit csináljon. Itt vannak, itt mutatja majd a betémelt állatokat. Nagyjából ennyi. Egyébként ehhez is van Steam Workshop, és onnan le lehet tölteni modokat. Na jó, van épp. Oké, azt már elkezdték megépíteni, ide majd behordják a cuccokat. Ezt is szépen megépíti. És ha nem szúrja el, akkor van egy workbenchünk, ahol tudunk craftolni ezeket a dolgokat, amint lesz alapanyagunk hozzá. Egyébként itt is tök jó a kraftolás, ám most nem tudom kijelölni, mert nincs alapanyagom, de be lehet állítani, hogy akkor kraftoljon, hogyha kell. Tehát, hogyha szükségem van a nyersanyagra. Itt van. Itt be lehet állítani, hogy ugye egy alkalommal csináljon egy vagy több darabot, gyártson állandóan, amíg ugye 10 darabot el nem éri, és az, hogy örökké csinálja. Egy dolgot hiányolok, hogy nincsen minimum. Tehát, hogy ha mondjuk beállítom neki, hogy készítsen, tehát, hogy mindig kraftoljon, amíg 20-at el nem éri, de csak akkor kezdje el, hogyha leesett a darabszám 10-re. Tehát, hogy 19-nél ne akarjon oda menni, hogy akkor ő most megcsinálja, hogy legyen 20, mert
annak nincs sok jelentősége, de ha mondjuk leesik 10-re a készlet, akkor gyártson addig, ameddig 20 nem lesz, és akkor megint egy jó darabig nem kell foglalkozni vele. Ez egyébként a RimWorld-ben is azt hiszem csak egy moddal van, de ez egy nagyon hasznos dolog szerintem. Ezt hiányolom innen. Na, oké, most már megépítették a research desket, úgyhogy majd elkezdik a kutatását a fegyvereknek, ami szerintem egy elég fontos alap dolog. Egyébként az nagyon tetszik a játékban, hogy mindent először így meg kell vizsgálni. Hogy egyáltalán tudást szerezzenek róla, hogy az micsoda, mit tud, mire jó. És hogyha például ezt a növényt is lassan azonosítják, akkor utána a farm, meg fog jelenni a farm lehetőség, és akkor már én is ültethetek növény. Olyan növény. Ez nagyon jó szerintem. Igaz, hogy már a harmadik, negyedik játéknál úgy is tudom, hogy mi ez, de megint el kell játszani, hogy kikutassam, vagy kiismerjem azt a növényt, vagy állatot, de egyébként jó kis feature. Ilyet még máshol nem igazán láttam. Transporting, ő most neki ez lett a feladata. Én láttam egy videót, vagy egy kis videó részletet, ahol ő a farmolással foglalkozott, ültetett éppen, vagy csak egy kép volt, nem tudom. Úgyhogy gondolom, hogy majd lesz valahogy lehetőségem ezeket a képességeket beleültetni. Tudatába, vagy valami átvariálással, hogy ő képes legyen plusz feladatokra. És elvileg ugye majd lehet minél több ilyen robotot építeni, és teljes mértékben kiváltani az emberek munkáját robotokra. Képesek lesznek majd főzni, tehát igazából mindenféle olyanra, amire az emberek kellettek eddig minden feladatra. Mennyi fánk van? 450. Nagyon jó. Van 5 elektronik komponens. Na, ő elkezdte a... Nem, eszik. Nincs, nem tudják elhelyezni a cuccokat. Melyiket nem tudjátok? Ja, scrap metal. Jó, akkor... Adok nekik még egy storage rész. Ide. Ide hozhatjátok a scrap metalt. Mindet deszelekteljük, és akkor azt scrap metal. Jó, meg a sticknek is adunk szerintem. Annak mondjuk elég lesz szerintem egy kettes is. És akkor ő neki azt mondjuk, hogy a sticket gyűjtsék ide. No. Hopp, meg kezd merülni, mi? Nem, 60%. Galactic Coins. Lehet gyűjteni a pénzt eladásokból. Aha! Silica Energiel. És ebből van 9, tehát ő most, aha. Kaptunk egy kezdeti kis stockot, készletet, hogy fel tudja tölteni magát, de úgy gondolom, hogy ezt viszonylag hamar meg kell találni a módját, hogy ilyeneket tudjak én gyártani. Meg is nézhetjük a kutatást, hogy vajon milyen irányba kell elmenni, ezt most látjuk-e. Van itt minden egyébként. Na, az ilyen fegyvereket is ki kéne kutatni, hogy meg tudjuk védeni magunkat, mert ha most jön egy támadás, akkor csak pislogunk. Kb. Ott van. Silica energia. Azt mondja, hogy 10 fuel és 10 szilikon. És a szilikont szerintem, én emlékeim szerint ez a növény adja. Úgyhogy azzal nem lesz gondunk. Viszont a fuel az ahhoz ültetni kell. Úgyhogy biztos, hogy ezeket is be kell kutatni. Az is növényből jön majd.
Úgyhogy el kell kezdenünk a farmot, farmokat beindítani. Hoppá, viszont nincsen tél, oda nézzetek. Van itt egy... Ez egy tavasz szezon? Vagy mi van? Vet. Á, ez egy ilyen száraz, esős szezonból álló bolygó. Ez érdekes. Ó, aha, itt vannak a szintek. Oké, itt vannak a feladatok. Work area, oké. Survivor, oké, itt a portrékat mutatja. Resource bar, tény, oké. Na, ez most nekem újdonság, hogy itt mik lesznek. Úgyhogy majd meglátjuk. Hát, hogy a vízzel lesz itt majd problémánk. Ja, meglátjuk a növényeket majd, mennyire kell öntözni, vagy azt honnan fogják előállítani. Cooking stove. Hát, hogy építenem kéne egy ilyen főzőhelyiséget. És hát... Kis... Nem is tudom. Bútordarab, vagy mi a fenének hívják. Norton, hello! Meghalt a Steam, és nem tudom a DLC-t megvásárolni. Á! Meghalt a Steam. Na hát. Egyébként a DLC az 13 euró körül van. Ugye eddig ilyen 9-10 euró volt régebben egy DLC, most szerintem mennyivel már megnövekedett, hogy ez a 12-13 euró az alap DLC ár. De mondom, tehát ilyen szempontból jó, hogy csomó free content is van, ami miatt nem feltétlen kell megvásárolni a DLC-t. De nyilván nekik is valamiből meg kell élniük. Sajnos ma már minden piszok drága lett. Na gyerünk. Egyébként eddig is egész sok kontentet adtak ki a játékhoz. Már ugye jó ideje kiadták az alapjátékot, és azóta kijött véglegesbe is, és az nem, egyébként nem rég volt, és most megjelent ez a DLC hozzá. Kívánság listám volt, vártam olyan a... Én is amióta hallottam róla, hogy lesz, leginkább a többszintes épület miatt vártam ezt a DLC-t vagy update-et. Mert sokszor, amikor játszottam, mindig az volt, hogy viszonylag kicsi volt a hely. És az tök jó, hogy most már lehet fölfele építkezni. Nem kell akkora területet bevédeni. Na, mindjárt ki fogják kutatni ezt a növényt. Jó, ide beállítjuk a stickre, ezt kivesszük, és akkor inkább azt mondjuk, hogy legyen mindig mondjuk egy 50 darabot tartson készleten. És akkor nem lesz gond. Na, itt a silicon leaf, így van, silicont ad, és örülünk neki. Ezért most már megjelent a farming, és a nem ehető részben itt a silicon leaf, aminek... Tök jó írja is, hogy mínusz 30 és plusz 50 fok között kell a hőmérsékletnek lennie. Most 34 van. Jó, meleg van. 8 nap alatt fog megnőni. Ja, és az teljesen destroyolja a plantet, tehát újra 8 naponta újra fog nőni, és akkor ad nekünk 10 szilikont. Szerencsére farming nem kell hozzá, tehát hogy nullás szinten is már tudnak. Nullás farming szinten 40%, hogy elrontják, és az ötös farming szinttől nem rontják el a begyűjtést. Tehát ott tudja, hogy megkapják azt a mennyiséget, amennyit ad a növény. És még lehet trágyázni is. Na jó van.
Szerintem egy valamekkora részt ide kijelölünk, és ugye itt azt kell nézni, hogy a zöld részre kell ültetni, mert az a 100%-os növekedés. És akkor megpróbálunk valahol egy ilyen farmolós részt kijelölni. Szerintem egy ennyit. Holnap jön a C3 DLC. Na, nem. Milyen DLC? Nem is hallottam róla. Mit fog tudni? Kíváncsi vagyok. Na, ezt cut. És akkor ebből lesz jó kis szalmánk. Vagy szénánk. Perzsiai részt bővítik. Na, majd meg fogom nézni délután. Milyen content. Lesz benne valami új játék, mechanika, játékelem? Ez egy ilyen nagyobb DLC, vagy ilyen kisebb lesz? Szerintem ezt egyébként már be is harvesztelhetik. Á, úgy látom, csak ez az egy nőtt meg. Aha, azok még nem százasok. Na, jól van. Na, és akkor tök jó ide jön, elültet, és akkor itt nekünk lesz mindig most már fix forrásunk ebből a növényből. Úgyhogy ez is tök jó, hogy először ugye meg kell találniuk azt a növényt, meg kell, ki kell ismerniük, és akkor utána már ők is tudják ültetni. Nem csak úgy hirtelen mindent tudnak egyből. Ezt szeretném, hogy 99%-on ott hagyta tényleg? Aj, ebből lesz a kaja. Egyelőre még megélnek a hozott kajából, ami itt van 22 mm emergency ration. Közben scavengelnek bőszen. Hope-nak semmi dolga nincs. Most nem tudok mit csinálni veled. Az a baj, hogy ő a nagyjából semmire se jó. Egyelőre. Hoho, oda néz, ezeken van gyümölcs. Ó, hát akkor observálja csak. Ebből lesz valami kaja. Jó. Ugye a fát azért fogjuk megvizsgálni, hogy tudjunk fát ültetni utána. Hogyha itt kivágjuk a környékről... Na, itt a New Resource, igen. Begyűjtötték az első adagot szilikonból. Vagy szilíciumból, ugye magyarul. Nagyon jó. Valaki jöhetne ide. Az állatokkal egyelőre még nem foglalkozom. Tényleg, hogy áll a kutatás? 0%. Aha. Az a baj, hogy most mindent is csinálnak, és kicsit háttérbe szorult a kutatás. Na, egyébként meg közben én szoktam arkozni. Az a Scandid-del. Megépítettem a bázist. Most már van egy-két állat, úgyhogy valamikor majd kicsit fogunk játszani vele. Úgyhogy tényleg elég sok minden van most egyszerre. Meg hát a Warhammernek remélem, hogy majd azt az új játékát, ami 10 nap múlva jön, azt majd ki tudjuk próbálni, és akkor abból is lesz majd egy kis stream. Az is érdekes, az egy ilyen stratégiai játék lesz. Múltkor már említettem. Az ott az a sárga, az... Érdekelne, hogy az micsoda. Ja, ez, aha, oké. Okay. Ilyen, nem ez. Izé kell nekem majd... Ó. Oh. Oké, okay, ezt láttuk. Ez a gomba. Azt hiszem ebből fognak tudni csinálni majd gyógyszert. Hát te meg... Oké. Okay. Vannak itt ismeretlen növények. Na, menjünk ide vissza hozzá. Hogy tudok oda ugrani?
Na, ez az dupla tét, az működik. Lassan beérünk ebbe a zöldbe. Ah, valószínűleg ez a zöld a vet. És a piros, meg a sárga lenne a száraz. Tehát addigra valahogy fel kéne készülni arra az időszakra. Kaja raktározással, meg ilyesmi, gondolom én. Viszont akkor itt nem kell ilyen téli ruha talán. A hópnak nincs semmi dolga, az nem túl jó. Na nézzük. Úgyse tud semmit csinálni, sajnos. Tehetnénk nekik egy asztalt, ahol tudnak étkezni. Annak mondjuk talán örülnének. Úgy, és teszünk nekik körbeszéket. Legalábbis még csak ilyen hokedlit. Jó, négyet lerakunk, bár valójában... Ó, és arra jó, hogy ide becipelje a alapanyagokat addig. Na, megeszi ezt is, nagyon jó. Bár annak annyira nem örül. Jó, szuper. És akkor már csak ide kell jönniük és megépíteni. Jó. Kivágjuk ezt a részt itt. Úgy. És el kéne kezdeni talán némi kis védelmet kiépíteni. Ha valami támadást bekapnánk, akkor legyen valami lehetőségünk. Most azon gondolkozom, hogy hogy is. Ez itt most nagyon útba van. De ez a kis tavacska, ez... Nem tudom, hogy segíteni fog, vagy akadályozni minket, de majd meglátjuk. Lehet, hogy ide leteszünk egy jó nagy adag trepet. Ó, vihar. Nagyon jó. Jó. Nagyon jó, azt mondja, hogy quick. Aha, még semmi kaját nem tudunk csinálni. Na, ez gyorsan kutasd ki nekem. Pillanat. Jó. Na, ha ez megvan, nem ez kell nekem. Ő lenne a kon? Aha, a szemű lesz az eszkel nekem. Ezt observáljátok. Ebből leszek ilyen magok, vagy én nem is tudom pontosan micsoda, de majd a üzemanyagnak az lesz a most első körben a alapanyaga. Benned még mennyi van? Még kettő. Liquid fuel, nagyon jó, 79 üzemanyagot kitermeltek belőle. Ezek a trepek, ezek jók, mert jó párszor újra tudják használni. Jó kis tartóst. Akkor majd építünk köré valami kis izét, hogy ezen keresztül kelljen mászniuk, és ha kikutatjuk, akkor majd ilyen ezt a frame tower trepet is rárakjuk. Na nézzük, giant grass, igen, ez jó, mert ebből lesz a hely, ebből is leteszünk egy ilyen darabot, egy ekkorát. Ezt is ültessétek, és akkor
növekedjen szépen. Ezt szeretném, hogyha befejeznétek. Jó, akkor ezt építsétek. Meg is scavengelni. De mit csinálsz? Nem? Akkor tudod mit? Először ezt. Jó. Azt fejezd be, mert csak nagyjából rá kell nézned és működik is. Azt mondja, de nem működnek, ráállt a karakter és nem aktivált. Hű, mi történt? Elvesztettem a vonalat. Na, Buttermelon. Szuper. Ebből lesz nekünk. Ó, és már lehet is őket harvesztelni. Ilyet is adunk neki ültetési feladatként. Jó kis ehető. Ebből egy... Óhó, belecsapott a villám a sütőkemencénkbe. Egy jó kis 70-es damage-et osztott ki rá. Az igen. Az kapott egyet. Meg lett villámcsapva. Jó. Idővel majd tudunk villámhárítót is építeni. És akkor majd a villámokat akár az energiacellákba is lehet vezetni, tölti az akkumulátorokat. Jó. Figyelj, neked még mindig nem gyűjtöttek egyet sem, úgyhogy össze kell várni. Feljavítja. Na, most ebbe megy harvesztel egyet, és akkor utána már tudok kiadni. Nem, várjál. Meg kell várni, amíg megfogja és haza akarja vinni. Utána fogja beadni, hogy van új kaja. Tedd be ide. Na most akkor elvileg... Aha, itt a veg, itt a vizé. Ebből most már tudnak csinálni. És akkor azt kellene kitalálni... Jó, csináljunk egy 10-est. Mert ezek hamar megromlanak. Tehát tök fölösleges legyártani egy csomót, ha nem eszük meg és megromlik csak. Ja, még nincsen hűtő, meg fagyasztóláda, addig óvatosan kell bánni a kajával. Kint aludtak, az nem olyan jó. Jut eszembe. Most már csinálhatnánk shelter, stick sheltert ide a fejük fölé. Aha. Ide, meg ide, és akkor lesz fejük fölött védelem. Sőt, na egyébként ez is nagyon jó, hogy külön csoportokra bontják, hogy milyen tárolás mellett meddig marad meg. Tehát ha kint van ez a nap alatt, szabad levegőn, akkor 12 napig. Ha van legalább valami fedél fölötte, akkor 36 napig áll el. Ha hűtjük, akkor egy évig. Lefagyasztva meg, nem romlik meg soha. Úgyhogy ha más nem is, de egy ilyen sheltert érdemes köré építeni, és akkor azért jóval tovább elállnak. Sőt, az ilyen nem romlandóba, ha már legalább nem a szabad levegőn van, vagy nem ázik szét, mondjuk inkább így, akkor már örökké el.
Úgyhogy ilyenek miatt érdemes egy Sheltert így köré vonni. Legyen ott egy szabad hely. Úgy. És akkor itt kevésbé fognak megromlani. Tehát azért nagyjából minden tönkre megy, ha szétázik. Mondjuk egy év alatt, de mégis. Ennyit érdemes megcsinálni. Még a fa is egyébként. Majd mindegy, azt úgyis elhasználjuk egyébként. Jó, vidd az alapanyagokat. Feltölti magát. Ó. Purple leaf, aha. Oké. Nagyszerű. És elkészült az első vegetáriánus levesünk. Oké. Na nézzük, kíváncsi vagyok, hogy ez miféle fa. Ebből mit fogunk kinyerni majd. Kicsit fel is gyorsítom. 52 ruha, nagyon jó. Scavenger-je csak. Szóval csak salvage-elni lehet. Na nézzük! Dandelion spóra. Ez vajon mire lesz jó nekünk? Nézzük meg, mit írnak róla. Aha. Healing. Ó. És teát is tudnak belőle csinálni. Nagyon jó. Jó, tehát ez gyógyászat és tea készítéshez. Oké, egyelőre akkor ezt hagyjuk. Megnézzük ez a pálma mit ad. És keresünk valami állokolni valót. Megnézzük, hogy ő mit ad. Mennyi fa? 600 fa. Jó, a kutatással kellene foglalkozni. Állítsuk át az activity-t. Kicsit erősködni kell, hogy aki a kutatásban jó, az akkor csinálja, és a Grayson az, aki akkor kutatási feladatot neki priorizáljuk. És egyébként miben jó még? Építés, kraftolás, kutatás. Kaptunk is egy újabb food crop-ot. Nem research-ot akartam, hanem activities. Aha, tehát pont ő az, aki a kraftolásba is. Jó, a többit 4-esre rakjuk. Azt hiszem az 5-ös a legnagyobb, ugye? Igen. Construct. Craft. És a research. Jó, a cookingba mindenki ugyanolyanon van. Hozander. Ez a cookingosunk. Egyébként ő miben jó még? Farm. Jó. Healing. Zander lesz, akkor a mindent 4-esre rakunk. Elsődlegesen azt szeretném, hogy főzzön, amikor kell, nehogy kifussunk a kajából. Aztán azt szeretném, hogyha a farmolással foglalkozna.
Farm Harvest. Jó. A Hope csinálja a hordást, jó? És akkor a Henryt nézzük meg, hogy ő neki mi legyen a elsődleges feladata. Craftolás és construction. Aha. Ez jól hangzik. 4. Sausage palm. Micsoda? Micsoda? Azt mondja, hogy... tehát ez kevencselés. Jó. És akkor a construct. Ó, heal. Na várjál, nem lő a healingbe erős? Nem. Igen. Neki a healinget. Sőt, a healing legyen az elsődleges, jó? Hogy gyógyítsa meg, ha bárkit kell. Az egy jó... Az egy ritka, de fontos feladat. És... Craftot. Így. Jó. Na jó, van, elkezdte a research-ot, nagyon jó. Őt mindenképpen kikutatjuk, mert ő jó alapanyag. És nézzük meg akkor ez a sausage palm, ez mit ad. Mire jó ez nekünk? Menjünk rá. Aha! Olaj. Pálma olaj. Na. Minusz 10 és 50 fok között növekszik, az jó. Elég jó hatták határok. Palm meat. Aha, loam. Ott szeret a legjobban növekedni, jelentsen bármit is. Ezt majd meglátjuk, hogy mire lesz jó. De akkor... Nem ehető? Fruit. Aha, ez ilyen hús alapú, tehát a... Jó, akkor ehető az embereknek is, nem szeretik a vegetáriánusok, viszont azért lenne jó nekünk, harveszteljétek, mert tudnánk csinálni többféle meat soupot, és ott van, igen. Nagyon jó, változatos kaját ehetnének, azt szeretik, az ad a moráljukra. Oké. Okay. Na, ha megvan a fegyver, tök jó, akkor utána researchbe átmegyünk szerintem a fortificationre. Itt van, wooden fortification. Ő lesz a következő felfedezni való. Jó, legyen ez, hogy hópot tudjuk tölteni. És... Utána a fuel fele kellene menni. Na jó, New Research Palm Oil, na nézzük. Aha. És akkor ebből szerintem, ebből is tudnak csinálni majd üzemanyagot. Minden esetre az jól hangzik. Farm. Jó. Aha. Jó. Oda szépen ültessetek.
Ó! Oh. Ja, jó, oké. Ide üvrítettek. Az bűzölög ott. 69%. Lassan megeszi az összes. Már nincs is több. Ó, van egy fegyverünk. Nézzük csak meg, ki a legjobb vadászunk. Combat. Ő kapja a fegyvert, akkor azt mondja, hogy a felszerelésénél a lézerpisztolyt azt kiosztjuk neki. És akkor, ha bármi gond van, akkor ő fogja megvédeni a csapatot. Két embernek meg nincsen semmilyen fegyvere, ő neki majd készítünk dárdát. Amint kikutatják a fegyvereket. Oké, kaptunk egy Steam achievementet arról, hogy építettünk ilyen sausage palmot. Itt beültetik is. Oda még elfér egy vajon? Aha, jó, oké. Na, megvan a weaponsmith. Szuper. Na, ezek fognak nekünk termelni. Mennyi időnként? Azt mondja... Time to harvest, 24 nap, és utána 18 naponta növekszik, hogyha megfelelően kedvező az időjárás hozzá. Na nézzük, akkor azt mondja, hogy craft weapon, és akkor spearből kérünk 3-at. Oké. Lehet, hogy short bow-ból is kérünk 2-t, mert van egy fegyverünk, és akkor 2. Vagy csak? Az egyik talán nem is tud harcolni. Arról volt szó. Nem itt. Itt combat indifferent. De tud mindenki, csak ő nem fog belőle fejlődni túlságosan. Jó. Ah, lehet, hogy csak idáig, mert itt ilyen más kék alap van. Hát, hogy azt jelenti, hogy ő csak fele annyi skillt tud összeszedni belőle. Elrontotta a kaját. Jó van. Ő a Wooden Fortification-t visszacseli. Elkezdik gyártani a cuccokat. Nagyon jó. És akkor lassan építünk egy ilyen kis bázisvédelmet. Vágunk hozzá fát. És akkor valahogy így ezt a részt majd lekerítem. És úgy, hogy itt majd ezek keresztül kelljen besétálni. Valami kis killbox. Igen, killbox-szerű dolgot fogok építeni. Ez majd megy mű idővel. Na, gyerünk. Ott a 11 kaja, amit legyártottak. Ebből is tudnak enni, sőt, szerintem majd megnézem. Aha, és itt a meat soup, és akkor lehet, hogy akkor inkább úgy csináljuk, hogy ebből is 6-ot kérünk, meg a másikból is 6-ot, és akkor nem lesz túl sok kaja, de változatosan lesz kétféle. Ez ilyen alapkaja, később majd lehet összetettebb kajákat is csinálni, ahova majd több alapanyag kell, ez sokkal nagyobb happiness bónuszt is ad. Úgyhogy egy ilyen alapkajával is már azért örülnek neki. De az... Na,
Annak nem örülök, hogy a izét elfogyasztja. Fuelt. És ott az első, nagyon jó. Akkor Grayson. Nem. Ő megkapja. Spare. Oké, mindegy. Úgy. És akkor Grayson is kap majd egy kis kézi fegyvert. Aztán lassan majd ki lehet kutatni a construction, és akkor tudunk házat, el tudjuk kezdeni a házépítést. És akkor már nem lesz gond az, hogy megáznak, meg hideg van, vagy túl meleg van. Csak csinálni kell klímát is. Onnantól igazából az üzemanyag lesz az, amire figyelni kell, hogy mindig tudjunk megfelelő mennyiségű üzemanyagot gyártani, hogy a generátorok folyamatosan tudjanak működni. Na, oké. Na, gyerünk. Ó, és már elkezd tönkre menni a kaja. Azt mondja, hogy ez a 11 lassan megromlik. Úgyhogy ezért nem érdemes túl sokat gyártani. És megvan a wooden fortification. Nagyon jó. Hát tudunk csinálni fából vaskarikát. Na, építünk majd akkor mindjárt, sőt, el is kezdem kijelölni, hogy akkor hol legyen a bázis. Azért viszonylag legyen elég nagy ahhoz, hogy egy rendes méretű házat tudjunk beleépíteni. Hát lehet, hogy itt ezt a részt. Ezt az űrhajót, az a baj, hogy az űrhajót szét tudom szedni, de ez a vízé körülötte, ez a dimbes dombas rész, az akkor is ott marad. Ezt mondjuk, ez jó, mert ez így beleépült a tájba. Nem csinált ilyen krátert. Úgyhogy akkor lehet, hogy erre fele kéne, mert ha ezt kiszedem, akkor utána még oda tudok építeni. Ó, ez micsoda? Ó, a közepére vagy a szélére épít? Aha. De jó. Most már ilyen is van. F betűvel lehet váltani. Oké. És itt is. Ezt is majd összeszedjük. Na jó. Akkor kerítsük rá ezt a részt szerintem. Szerintem egy ekkora résszel már. Végül is szükség esetén itt ezt ki lehet bővíteni erre fele bármikor. Jaj, de várjál, nem ilyen egyszerű ám a dolog. Mert ezt valahogy be kell építenem. Áj, de nem jó. Honnan fognak engem támadni? Új, ilyen mocsaras. De jó. Ohó. Van ilyen fura növény. Ilyet se láttam még. Na jó, hát azt így nem tudjuk megmondani. Hát ezeket akkor arrébb kell telepíteni. És lehet, hogy erre a részre tenném a csapdákat. És ezt az egészet valahogy úgy építeném ki. Aha. Jó, azt most nem fogom tudni. Ahhoz ki kell fejlesztenem a...
Science, nem, Manage, Research. Hol, milyen messze van a Defense-be lesz. Aha, ész van. Metal alloy. Hol vagy metal alloy? Ah, biztos az orp. Igen, annak lesz valami előkövetelménye, és majd csak utána fog megnyílni. Jó. Mindegy, ezeket kikutatjuk, megyünk tovább majd. Na, tehát, értem én, hogy nincs elég alapanyagom, hogy ezeket lekraftoljam. Egyrészt. Aha. Aha, ez itt nem jó. Annak ott nem örülünk. Na, ide hordjátok át. Opp, azt sikerült elrontanom, remek. Jó. Nem. Itt van egy üres. Jó. Ide fogom építeni majd a csapdákat. Akkor ide fogok helyezni lángszórókat, és amikor így átsétálnak rajta, akkor megpörköljük őket. És akkor mindenképp úgy fogom megépíteni, hogy erre kelljen sétálniuk. Tehát ez lesz a nyitott rész. Azt mondja, hogy defense, fortification, wooden. Így. Erre kelljen jönniük mindenképp. Jó, és egyébként meg teszek kapukat. Gate, wooden gate. Igen, ez tök jó, mert ez így működik. Úgy. Úgy. Kifele nyíljon. Oké, és ide is. Ide is mindenképp kell. Ügyni. Na, itt lesz az új bázis. Ezt az egészet majd itt kiírtjuk. Na, nem még cipelik. Elkezdték építeni. Fa kivágás ki van jelölve nekik. Hogy ezzel majd elbíbelődnek most egy darabig. Ez tényleg azért lesz jó terveim szerint, mert ha mindenhol bezárjuk az ajtót, akkor a bogarak meg az állatok majd így jönnek, hogy innen akarnak támadni, mert itt lesz egy nyitott rész. És egyrészt majd ide építek egy sőt, ezt meg is tehetem. Tudom, hogy az most... Ja nem, ahhoz még kell az, kell az épület. Tehát ide építek majd egy feljárót, hogy a kerítés
kvázi tetejének egy szintjébe tudjanak menni, és akkor tudnak lőni. Tehát amíg jönnek a bogarak, ők innen a kerítés mögül már tudják őket lőni. Na jó. Gondolom addig is majd fogok kapni egy-két támadást, amíg ezt építik. Majd. Jó. Kell még 1000 fa, de itt bőven adtunk. Megvan ez is. Na nézzük, ezt tudjuk-e itt gyártani. Ez hol gyárt? Aha, itt van, nagyon jó. Hát igen. A robotnak meg lehet mondani, hogy... ne egye meg a izét, az alapanyagot. Android food, ez az. Szilika M, csak a szilika energiát tegye. És ott a repair tool, aha. Szuper, ezt a kettőt, ezt harveszeljétek be, és akkor tudnak csinálni neki. Ezt föl is rakjuk priorizációba. Jó. Nézzük csak meg. De hát 100%-on van, mit akar ezt tölteni még? Ez így viszont annyira nem tetszik, hogy fölöslegesen használja el. Itt food. Na jó. Mindjárt kész a csapda áthelyezéssel. Szépen növekednek a növényeink. Gyűjtsétek be. Graysonnak adjunk fegyvert. Jó, nem készült el, vagy mi van? Azt mondja, hogy... aha. Limit reach, akkor készíteni fogják a spear-t.
Meg kell várni, amíg ezeket megépítik, de már tök jó, hogy behordták a cuccokat, úgyhogy az építő ember az lassan elkezdhetné aktivizálni magát, de szerintem előbb ezt a kraftolást meg kell csinálnia. Jó, akkor Graysonnak adjuk oda. Aha, és most ilyet akar. Végül is ezek fontosak. Mert ha támadást kapunk, akkor nagy bajba lehetünk, ha nincs megfelelő védelmünk. Jó. Hűha, nem sieti el. Tönkre megy a kaja. Oké. Favágás. Jó, van ki előle. Némi fát, favágást ide is. Ebből meg azt hiszem talán ruhát lehetett csinálni régen, na majd kiderül. Mit kutatunk? Prospectinget? Ho-ho-ho! Ho-ho-ho, hát te meg! Oh-oh! Ebből baj lesz? Na igen, ebből ba... Ojjaj! Ajjaj! Hűha! Ezek elég erősnek tűnnek. Ujjjjj! Ráadásul ezeknek nyilvessző, nyilpuskáik van. Crossbow. Ebből lesz baj. Search Party. Automated Consortium. Preparing attack several hours. G1000 Assault 9. Rapid movement, de nincs túl. Hát jó. Hát lesz ebből baj. Na jó. Akkor azt mondja, hogy ti, nem tudom, gyertek ide. Hát lehet, hogy Graysont is bevonjuk ide. Úgy. Ha ezek gyors léptűek, akkor még utolérnek. Ugye hópot kell védeni. És akkor az lenne a cél, hogy úgy beállni ide a csapdák mögé, hogy belesétáljanak. Igen, akkor majd meglátjuk. Lassan mindjárt ők is elindulnak szerintem. Hópot meg csak ide állítjuk a többiek mögé. Na, Henry. Kinél van a fegyver? Nála. Ögy. Énni. Hopot meg ide beállítjuk. Na jó van. Jöttek? Nem tudom mennyire gyorsak, úgyhogy nem merem kivárni addig, ameddig megindulnak. Ott a dövéj. Azt mondta pár óra, ahhoz képest azért kicsit, mintha többet várnának.
Ah, megindultak. Pont éjfélkor. Hm? Nem akartok itt megküzdeni a faunával. Pedig jól legyengítették volna őket valamennyivel. Na jó. Ott jönnek. Meg akkor így beállunk ebbe az irányba. Így. Ugye ez a kerítés még nincs itt sajnos. Oké. Okay. Na, már itt az első. Aha. Na, ez a baj. Visszalőnek. Jó, egy összeesett. Üha. Csapda az segít rajtunk. Jó, na most jön az, hogy rájuk kell támadni. Jó. Te is támadd őket, mert már csak nyilaznak. Too dark. Jó, onnan lőjed. Szép. Te? Nem, csak nézelődjé. Jó, akkor őt. Te is őt. Jó. Hát ez még az egyszerűbb volt. Na, menjetek, gyógyuljatok. Na, nézzük. Kevencsálni lehet ezeket a robotokat. Meglátjuk, mit adnak. Minden esetre berakjuk őket. Jó, hát Henry jól lesebződött, az baj. Remélem Zander a gyógyászunk. Nézzük csak meg. Igen, ő a healingesünk, nagyon jó. Úgyhogy te ne aludjál, hanem menj és gyógyítsad az embereket. Különben bajba leszünk. Heal. Hát leginkább a Henryt kell. Nem, hanem heal. Meg a végén meghal szegény. Nézzük csak meg. Mi történt vele? Itt a... Oh. Aha, azt a... Wound. Van mit gyógyítani rajta, és azt minden egyesével. Hű, az fantasztikus. Meghal. Jaj. Feeding. Valahogy gyógyítsátok már meg. Oké. Okay. De... az marha jó, hogy elmész. Healing szerv. Ajaj. Paf. Az igen, fainted. Ajajajaj. Too tired. Van baj. Á, ne, ennek annyi. Heal. Carry. Carry safety. Na jó. Laser pike. Komolyan sikerült egy ilyet szkevencselnem? Laser pike-ot. Hát jött egy madár. Te mi vagy? Red Feathered Bird. Hát... kár érte igazán. Kiváló ügynök volt. Paf.
meghalt. Ráadásul még ő is elvérzik, de őt már csak meggyógyítják. Na hát, szegény nem sokáig bírta. Neked mennyi bajod van? Most már sem menni. Na nézzük ezt, mit tud ez a fegyver. Kettő is van. A laser pike, amiket hoztak azokat. Carbon crossbow. Ja igen, azokat most kilutolják tőlük. Azt mondja, hogy mit tudunk erről. Damage to robots 20. Oké. Tehát ez 26 sebez. És az ő fegyverük. Ő. Ez csak 10-et. Aha. Ez jól hangzik. És ezzel mit tudunk? Dupla annyit sebez szerintem. Ez is, mint a másik. Na hát. Akkor ezt nem is kérjük már. Sőt, a spirit sem. Na figyelj, ott el kéne temetni. Bury. Oh. Nézd csak. Ide fogjuk temetni. No grave nerby. Mi? Ja, hogy ezt még meg kell építeni előbb. Aha. Construct. Építsd meg. Didididi. Jó. És akkor bury. Cooking 2-es szint. Tuf, eltemette. És ezért ő kap valami morál bónuszt. Rebel on a quest. Henry Caldwell nincs többé, és azért egy kicsi szomorú. Aha. Sebződés miatt meghalt, azt is mutatja, hogy mibe halt bele. A jobb lábán elvérzett tulajdonképpen. Jó. Na jó van. Jó kis támadást kaptunk az elején, viszont sajnos nekem mennem kell. Ja, hogy ezeket még nem szelvicselték. Ja, és hogy... Aha, ott ki es... Aha... Az fegyver, ami náluk volt, azt eldobták tulajdonképpen. Ez tök jó. Hozták a jó kis fegyver felszerelést. És sajnos túl sokan voltak. Na jó van. Szóval majd újra fogom kezdeni. Mert két túlélővel, meg egy nagyjából használhatatlan robottal. Szerintem ez így túl nehéz lenne, de akkor erre fel kell készülni, hogy egy már az elején egy viszonylag ekkora támadás befigyel. Erre valami jó kis védelmet ki kell találni. Leginkább az lett volna jó, ha ezt a részt megépítik, és ide be kellett volna sétálniuk. És akkor itt védelem mögül lehetett volna lövöldözni őket. Szevasz, Franko Mester, sajnos pont most lesz vége az adásnak, de jó kis játék ez a Stranded Alien Dawn. DLC is érdekes. Plusz dolgokat tartalmaznak.
úgyhogy érdemes vetni rá egy pillantást. Na jó, a legközelebb találkozunk. Valamikor majd ezt is folytatom, meg az arkot is folytatom. Úgyhogy igyekszem majd ezek mellett új játékokat is megmutatni. Na hát, ha majd lesz időd, akkor majd vissza tudod nézni még egy darab Twitch-en is akár, meg YouTube-on is, hogy hogyan is indult ez a kis csapat. Na jó van, akkor találkozunk legközelebb, további szép napot, addig is, sziasztok!